nem maradt más nekem ebből a játékból per pillanat, mint hogy amikor jön egy új szezon, akkor megnézzük. És hát itt van a 8. év 3. szezonja az Operation Heavy Metal. Hozott egy új támadót ez az operáció. Nem tudom, hogy ezt a kis videót néz, persze, hogy elfogadjuk a kukikat. Azt hittem, hogy itt lesz egy kis videó arról, hogy hogyan működik a gadget, itt van. Boogie Auto Breacher gadgetje lett ennek az új támadó operátornak. Ez így ilyen. Egy kis drón, amit tudsz irányba helyezni, hogy merre menjen. Olyan, mint egy kis porszívó. Elindítod és így feltöri a padlót. Meg minden soft dolgot, aminek neki megy. Sőt, még akár a... Miket is tud széttörni? A pajzsokat is szét tudja törni. Ha például barikádon át dobod be, akkor a barikádot kitöri automatikusan. Távolról indítható, szóval, hogy nem kell ott legyél nála, és ki lehet lőni a hátulján levő kis kenisztert, pont úgy, mint a Mira esetén. Ez a REM egyébként egy dél-koreai operátor és egy speedes, és megkapta Mirának a Shotiát, megkapta az MK1-et is, ami Buck-nak a puskáját van, Zofiának az LMG-je, és a klasszikus R4C, amit nagyon sokan szeretnek használni az S-től. A Hybrid Charge-ban meg Stun gránátja. Ezt a kis gadgetet egyébként szét lehet szedni, hogyha rádobsz egy impactot, vagy egy C4-et, szóval, hogyha kirobbantod, és ugye a piros tartály. Jött egyébként egy új Elite skin is, az most itt nem tudom, hogy látszódik-e, de Thunderbird kapott Elite skin-t. Hát, hogyha nem látszódik, akkor elindítom itt a háttérben a Siege-et, és akkor mindjárt megmutatom nektek. De hogy jött új Elite skin, a Thunderbird Elite skin-je, illetve ha minden igaz, és ha még nincs bent a játékban, akkor hamarosan elvileg bent lesz a Halo-s Master Chief-es skin, amit Sledge kapott meg. Úgyhogy az nekem nagyon tetszett, és kíváncsi vagyok rá, hogy így hogy néz ki in-game. Átdolgozták, jött egy nagyon fontos változtatás, nem tudom, hogy ezt így most hova rakták ide, playlist update. A Quick Match 2.0. Valószínűleg mivel senki nem használta a newcomer módot, ezért azt mondták ott a Siege-nél, hogy jó, akkor majd mi megmondjuk, hogy használjátok a newcomer módot. Szóval a Quick Match-et fogták és átalakították, hogy rövidebbek legyenek a körök, rövidebb a prep phase, rövidebb várakozási idő, meggyorsították ezzel a matchmakinget is. Pre-made objective setupok vannak, tehát alapból minden object, tehát minden egyes területre, ahova lekerül az objektív, ott ilyen pre-made setupokat alkalmaz a játék, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy automatikusan reinforce-ol falakat, és automatikusan csinál rotation hold a quick match. Van támadó védelem, tehát az első, a támadási fázis első 10 másodpercében védelmed van, tehát nem tudnak kiszedni spompikkel. Úgyhogy ez az, amit változtattak a quick match-en. Mondom ezt, biztos azért csinálták, mert a newcomer modot senki nem használta. És akkor itt van a standard playlist, ami az unranked volt eddig, és csináltak belőle standard playlistet. Most így mit csinálunk? Haló? Szóval csináltak belőle standard playlistet, és ezzel egyébként kivették a map és operátor bant is az unrankedről. Valamint az overtime körök azok így egyre csökkentek.
Ja, igazából ennyi. Ez az új quick match, hogyha valaki továbbra is quick matchezni szeretne, a standardot kell nyomni. Kaptunk új játékmódot is, arcade játékmódot, a weapon roulette-et, ami gyakorlatilag annyi, hogy bizonyos időközönként változnak a fegyverek. Igen, ennyi. Bejött a reputációs rendszer, most már úgy, hogy mi is látjuk. Ugye ez már így szerintem másfél éve pedzegetik. Ezt a reputációs rendszert, hogy van, meg már gyűjti az adatokat. Most már ez látványos is lesz. Itt lehet megnézni. Ott, reputáció. Itt mutatja, hogy... milyen büntetéseim lehetnek. A high-nál már kapunk figyelmeztetést, az excessive-nél pedig már büntetnek is minket. Itt mutatja, hogy mennyiszer TK-ztam, meg ilyenek. Így, ahogy, ha bereportolnak minket. Van egyébként ilyen pozitív része is, bár azt most így hirtelen nem tudom, hogy hol mutathatom meg nektek, vagy hogy ez hol látszódik, de például, ha ajánlanak titeket, vagy honorálnak titeket a meccsek végén, ja, az még nincs bent, akkor az hamarosan bent lesz, jól van. Akkor például, hogyha meccsenként folyamatosan kaptok ilyen ajánlásokat, vagy ilyen elismeréseket pontosabban, akkor meccsek végén, amikor kaphattok alfa pakkot, akkor az a százalék sokkal nagyobb lesz. Illetve, hogyha bekerültek a top 25 ajánlott vagy elismert játékos közé, akkor a szezon közepén egy epic zacskót kaptok, illetve a szezon végén pedig egy legendary-t. Úgyhogy hát ilyenre változtatják ezt a reputációs rendszert, ezt a commendation-ös dolgot. Tudod ajánlani két társadat a meccsek végén, illetve majd tudod ajánlani egy ellenségedet is, hogy méltatni pontosabban, és akkor lesz egy speciális ikon a neved mellett, hogyha sokszor méltatnak. Mi az, ami még érdekes és jött? Ja igen, a Thunderbird Ediskint azt most így meg tudom nektek akkor ezek szerint mutatni. Ilyen a Thunderbird Elite. Hát én erre azt tudom mondani, hogy van. De hogyha nektek tetszik, akkor én örülök, hogy akkor behozta a Ubisoft ezt a skint. Na. Igen. Még egy nagyon fontos dolog azoknak, akik esetleg még nem mertek belevágni a Siege-be. Hát remélem, hogy megtalálom itt a leírásba, de kaptunk Rainbow Six Siege tutoriált, ami azoknak, akik már évek óta játsszák a játékot, miért érdekes? 10 000 renomét lehet összeszedni, azok, akik pedig még nem kezdtek bele a játékba, azok ezáltal megtanulhatják, hogy hogyan kell játszani. Itt van amúgy a tutoriálos. Háromfajta része van ennek a tutoriálnak. Megtanítják az alapokat, hogy hogyan kell a fegyvereket használni, a gadgeteket, hogyan lehet pusztítani. Van aztán támadó tutoriál, ahol megtanítják a breachinget, és van védekező tutoriál, ahol reinforcolás, meg ilyeneket tanítanak meg nektek. Ezt amúgy ki akarom próbálni. Nem csak azért, hogy 10 000 renomét bezsebeljek, hanem meg kíváncsi vagyok, hogy a Rainbow Six Siege hogyan akarja megtanítani az új játékosokkal a játékot. Úgyhogy ez is például egy olyan dolog, ami így érdekel. A Battle Pass-on frissítettek, mert hogy most már így összefoglalja nektek az intrón, hogy mik vannak a Battle Pass-ban. Szóval így rányomsz ide, és akkor látod, hogy ó, hogy itt van egy ilyen Vigil set, és a Vigilnek a fejét most már reveal-elték. Szóval, hogy például ezt is láthatod.
Vagy miért nem tudom amúgy forgatni a skint? Mindegy is. Siege. Igen. Jó, szóval, hogy ezeket is meg tudjátok már itt nézni az intróba, hogy így mit tartalmaz ez a Battle Pass. Azon még nem változtattak, hogy ezt a progress részt ezt itt egérrel is tud kezelni, ez ilyen nyilas móka maradt, de van ilyen is, szóval nem tudom, nekem ez a Battle Pass ilyen mértékű átalakítása továbbra sem tetszik, de amúgy biztos nagyon király, mert hogy azért nagyon király, mert hogy ami nem érdekel, arra nem kell elmenned, hanem így mehetsz a saját utadon, és akkor elmehetsz a végére is úgy, hogy nem kell begyűjtened feleslegesen dolgokat, szóval hogy ez az előnye, csak hogy így nem tudom, olyan furán van ez kivitelezve szerintem. Mi volt még itt? Ja igen, ez a szezonális fegyverskin. Talán ezt meg tudom nektek mutatni itt, igen. Hogy ez így milyen. Ez a szezonális fegyverskin. Én amúgy ezeket mindig szerettem begyűjteni, most az már más kérdés, hogy ez egy 70 000 renoméba kerülő dolog. Anno ez úgy volt, hogy 20 000 volt a fegyverskin, és 30 000-ért tudtad megvenni a bundle-t. Hát infláció. Ez itt ide hatott ilyen infláció ezekre az árakra. Ja. Infláció, mert már lehet szerezni kártya hátteret is. Jó. Csökkentek szokásosan az operátor árak. Grimm most már 20 000, OSA 15 000 és Zero 10 000. Aztán vannak itt ilyen balanszok is. Legionnek gyorsabban újra töltenek a gumányai, és több lehet. Igen. Megkapta a Super Shortit secondaryként a Legion. Wow! Amúgy ez elég király. A Zero-nak most már átmegy a kamerája a deployable shieldeken, meg a talon shieldeken is. Úgyhogy például ilyen is jött. Ezzel összefűzvén egyébként a Fuse is kapott ilyet, tehát hogy a Fuse is rá tudja most már tenni a deployable shieldre a kis gadgetjét. Nem tudom, hogy bent van-e már az a balansz, most így rákeresek. Nincs Frost. Akkor majd csak akarják behozni, bár én már azt olvastam, hogy bent van, hogy... De akkor ezek szerint csak akarják. Frost rework. Ha a csapdába belelép a támadó, akkor 4 másodperce van, hogy... Mármint 4 másodperc után tud felkelni onnan. Vagy pontosabban 4 másodpercig tart, ameddig kiszedi magát a csapdából, és akkor mondhatjátok, hogy hát akkor így kuka a Frost, de hogy nem mondjátok azt, hogy kuka a Frost, megcsinálta a Ubisoft azt, hogy aki a csapdába lépett és kiszedte magát belőle, az 60 másodpercig, azaz 1 percig nem fog tudni futni. Ja. Úgyhogy ilyet terveznek csinálni a Frostnak a csapdájával, de akkor ezek szerint, mivel itt még nincs, akkor nem rakták ezt be. Grimm majd tud lőni pattanós kenisztert is, tehát nem csak oda teszi a méhecskéit, ahova így céloz, hanem így pattintani is tudja majd azokat. A shotikat is balanszolták, shotgun, igen, az itt van. Ahhez egyébként találtam nektek ilyen nagyon menő redites prezentálást, hogy ez mégis mennyire változtattak a shotikon. Ezt úgy kell elképzelnetek, hogyha belenéztek, ha ADS-eltek a shotiba, akkor még pontosabb lesz. Ha pedig éppen mozgásba vagytok, vagy futtok a karakteretekkel, akkor pontatlan, de még durvábban szedi majd a soft dolgokat, a falakat, a plafont, a padlót, illetve hogyha nem néztek ADS-sel, akkor szintén nagyon durván fogja törni. Itt van egyébként a változtatás. Így képben. Hát ez nagyon szuper lett, ez a redites kép nagyítás, na mindegy. Szóval, hogy
Igen. Ezt így gyorsan memorizáljátok, és holnapra ebből lesz felelés. Remélem memorizáltátok, helyes. Jó. Soti, igen, szóval Soti Balance. Mi van még itt? Patch Notes. Igen, az is itt van. In-game látszódnak most már a patch notes-ok. És csak hogy ezt tetézem valami jóval, teljesen el lehet távolítani a HUD-ot a Spectate-ben, a Spectator módban, vagy a match replay-eknél. Nem, amúgy nem ez az érdekes. 8 év után, majdnem 8 év után squad management változtatás, ide figyeljetek, nagyon durva változtatás jött a Siege-be. A squad leader most már el tud távolítani játékosokat, vagy át tudja adni a vezetőségét egy másik játékosnak, hogy ő legyen a squad leader in-game. In-game. 8 év után. Ehhez a Siege-nek 8 év kellett, hogy ilyet lehessen csinálni. Kikkelni egy embert a csapatból, vagy átadni neki a leadet. Miért érdekes ez? Azért, mert hogyha játszottatok mondjuk öten, és el kellett menni az ötödiknek, de a meccs végén, és vége lett a meccsnek, akkor mit kellett csinálni? Kilépni a squadból, és újrainvelni mindenkit. Vagy hogyha elmegy valaki, akkor át tudja adni a leadet annak, aki leader szeretne lenni. Igen, hát ilyenek vannak itt a Siege-ben. Kicsit ilyen csapongóan mentünk amúgy itt a leírásokat illetően. De jöttek még ilyen komfort dolgok, de ezeket most így annyira nem mennék ebbe bele. Tessék, már változtak a map poolokon is. Bla bla. Itt ezt gyorsan átnézzük a Redditen, hát ha valami még itt kimaradt. Szerintem amúgy nem. Nem. Nem maradt ki semmi. Talán annyi kimaradt, hogy megnézzük, hogy akkor most tényleg van-e a Sledge-nek skinje. Master Chief. Srácok, ti ezt esetleg vágjátok? Master Chief skin az így van most? Nem is tudom, hogy ezt hol kéne látni. Hogyha bent van, akkor ezt itt kéne látni valahol. Vagy ez egy bundle, mi? A bundle-oknél kéne ezt látni? Nincs még. Hát ez elég szomorú. Nincsen Master Chief skin. Hát ez akkor nem is játszunk. Az komoly. Az komoly, milyen Ash skin van itt. Az komoly. Ez mennyibe kerül? Ja, 2000. Drágább, mint egy Elite skin. Aha. Oké. You have returned. Köszi szépen Spinner a 29 hónapos támogatásodat. Na nehogy átnézzük az update-eket, ez a játék még... You have returned. Ez a játék még mindig a szívem csücske, csak hát már nem szórakoztat annyira, mint régebben. Köszi szépen a 29 hónapot, és köszi szépen srácok, hogy pergettétek Spinnernek, illetve nagyon szépen köszönöm Adi a 2 hónapot. Na hát akkor mit csináljunk először? Nem kaptunk új pályát, viszont kaptunk új játékmódot, úgyhogy megnézhetnénk az új játékmódot. Amúgy. Itt van a taktikus játékmód, a ranked és a standard, tehát még egyszer mondom, aki esetleg nem figyelt volna. Aki quickmatchezni szeret a játékban, csak quickmatchezni, annak most az egykori A-rankedet kell nyomnia a standardot, ahol már nincsen map és operátorban. Tehát ez kell nyomni továbbá. A quick play, ami eddig volt, az most már olyan, mint hogyha valami újra dolgozott newcomer lenne, szóval azt ne nyomd, hogyha szereted a quick match-et. Ennyi.
És akkor arcade, ezt akarjuk csinálni. Weapon roulette-et akarunk nyomni. Nem tudom, hogy ez most mennyi idő lesz, amíg behív. A kamoddal jár az eye tracking extension, vagy hogy működik ez? Van egy Tobi eye trackerem, felkiált el Tobi, és az csinálja ezt. Vannak-e már szerverek? Én úgy tapasztaltam, hogy vannak szerverek. Reggel, amikor még így beléptem a játékba, de akkor nincsenek még szerverek? Én most itt megnézem, felcsapom a Twitch-et, twitch.tv, és azt mondja, hogy na, még magyarok is játszanak a játék, a gondolom nem botok ellen szólóba. Szóval akkor vannak szerverek. Hol lehet menni azt a training módot? Mindjárt megmutatom azt is amúgy. Amúgy teljesen fölöslegesen hozom az új operátort, vagy hozzám az új operátort, azt mondja, hogy kipróbáljuk egy quick matchbe, ami a kezdőknek való. Fortnite-ot nyomom, mert még felkiált a játékok, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy mikor, mivel mennyit játszottam. A ranked matchmaking-gel van probléma? Amióta ranked 2.0 van, azóta nem csak a... Értem. Szóval akkor most... Hú, most nagyon el vagyok tájolva, hogy kell ezzel a játékkal játszani, olyan rég volt, meg még tiering is van, ahogy látom. Kérettek a játék hangot? Hát... Na jó, de csak mert szépen kérted, Spinner. Csak azért van. Szemétje, le akartam késelni. De akkor semmit nem kell érte fizetni? Mármint miért? Hogy veszel egy Tobi eye trackert? Hát hogyha megkapod ajándékba a Tobi eye trackert, akkor nem kell érte fizetni. Az velünk van. Én nem értem ezt a kérdésedet, ne haragudj. Hát a Twitch extensionért nem kell fizetni semmit, de attól még kell, hogy legyen egy Tobi eye tracker. Fizikai. De az extension az ingyenes, így van. Ez bárki be tudja állítani. Túl hangos a játék? Nincs hang, túl hangos. Csak viccelek, már is korrigálom. Nem jó. Még mindig hangos srácok a játék, vagy most már jó? Tetszett ez a respawn amúgy. Berakott az enemy mellé. Azt kapta? Nézd meg, azt hittem, hogy felfogja a sebzést. Bizony elhatozunk. Itt az új szezon. Hát ő hülye lennék kiadni. Nézd meg, hát ő sokkal ügyesebb játékos. Mit csinál a csapat? Nézd meg, ott van. Xueboxi nem csinál semmit. Oh, that is!
Double elimination. Hoppá. Hallom, hogy itt vagytok. Nézzek. Le is kempelt a szemétje. Nem baj. Hostiles are ahead of you. Hát igen. Nem tetszik ez a fegyver. Nézzek és lekésed. Egy jó soti. A francba. Nem sok HP-ja maradt annak a Vardennek. Hát ő belejött az arcomba. Ez egy német soti, nem? Amúgy. Megyek, töröm az utat, let's go. Jézusom! Jézusom! Ja, közben már P90-re váltottunk. Kaptákosok lettek ott hárman. Úgy láttam, hogy ott van ellenség. Nincs. Oh. Ah, jó ez a játékmód. Francba. Nagyon szoros, nagyon szoros. Majd jól a csapatra fogjuk, hogy szarok. Ne! Ne! Három kill is! Három killt is adtunk nekik. Nem jó! Nem jó! Négy killel előttünk vannak! Nem jó! Nem jó! Na! Na! Kinek lett 23 kije? Na ki jött vissza? Ott is van. Csak a csapat volt szar, ugye? Ezt kell mondani ilyenkor. Én jó voltam, de a csapat... Na, mit csinált a csapat? Semmit, szar volt a csapat. Ez jó volt amúgy. Tök király ez a játékmód. Az, tehát ugye ez egy TDM mód, egy olyan csavarral, hogy X időközönként, mit tudom én, mondjuk fél percenként cserélődnek a fegyverek.
Mit akartam nektek mutatni? Tutoriálos. Ott van. Tutoriálos. How to play Rainbow Six Siege. És akkor ezért lehet 10.000 renomét összeszedni, hogyha ezt a áramat megcsinálod. Hát igen, itt vannak ilyenek is, én ezt nem csináltam meg egyiket sem. De hogy itt vannak ilyenek. Állokkolni lehet a Twitch-et, meg az Elát, meg a Valkyrit, meg a Tacsankát. Na, mit csinálunk? Quick play. Csinálunk quick play-t, quick match-et, csak hogy meglássátok, hogy ez mégis milyen. Benyomjuk, hogy legyen hostage, meg minden. Fontos információ, hogy a standard mód, ami az új quick match, tehát hogy standard mód, az csak bombás. Az csak bombás. Nincs mapban, nincs operátorban. Ennyit akartam mondani. Ha esetleg valaki most jött és nem tudná ezt az infót. Tehát ez a quick match, ez olyan, mintha valami ilyen bemelegítő játékmódot nyomnánk. Megpróbáljuk instant pickelni a támadó operátort, akinek egyébként fontos információ, a gadgetje a Boogie Auto Breacher, tehát Boogie. Nagyon tetszik ez a név. Amúgy rohadt jól néz ki így alapból ez az operátor, ezzel a szettel. Mint hogyha tényleg valami katona lenne, nem úgy, mint az a lenge öltözetű S. Hol vannak az OG tímek? Hát... egyedül maradtam, srácok. Amúgy nem. Oh-ho. A Lysont, az új Lysont ki kéne próbálni, ha már kapott szuper shortit. Nem is tudom. Dreadman, úgy használják ezt a Fenrirt egyébként? Vagy ti használjátok? Tudjátok, ez az, aki ilyen vicces csapdát rak le. Az első abban a skinben csak éjszaka jár a katonaságra. Mi az a mute skin? Vagy legalábbis kártya, akármi. Ez itt nagyon... tehát, hogy kettő darab reinforce lehet felhúzni. Nem tudom, hogy ez csapat szinten van, vagy hogy. Tehát, hogy így látjátok, kettőt lehet felhúzni, ott alapból már van négy, ott az ott be van húzva, és akkor ott van még kettő, három. Mi? Az ott négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Hát igen, ilyen ez a pre-deployolt mód. Amúgy, ez ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy hányan fognak átérni a standard játékmódra. Szétszedtük ott a shieldet? Nem szedtünk szét semmit. Jó, akkor egy ilyen jöhetne ide. Fú, amúgy egy pillanatra azt hittem. Csapat szinten lehet 5 reinforce, a többi meg alap. Kettő volt csak, Bazsi. Tehát, hogy így kettő volt összesen. A többi már le volt rakva alapban. Szóval azt hittem, hogy kifagy a játék azért, mert lerakom. Hát... jó lett ez az új frissítés. Azt kell, hogy mondjam. Remélem, most jól bereportolnak, mert kiléptem. Jó, akkor nem vulkánba indítom el a játékot, biztos az lehet a gond. A standardban nincsen secure game mód, ugye? A quicket sokan játszották amiatt, tényleg sokan. Ja, ott nincsen. A standardban csak a bomba van. És azért mondták, hogy a standardot alakítják ki erre, mert az ilyen alapjáték élmény, és
az a core eleme a Siege-nek a bombázás, és ott csak bomba van. Ja, hát akkor most ilyen, akik szerették a Secure-t, vagy éppen a Hostage-et, valamilyen óból kifolyólag, azok, hát, azokat nem szereti a, Ubisoft. De az a gond amúgy ezzel, hogy elkezdesz játszani quick match-et, hogy így alapból ott vannak a reinforce-ok, alapból ott vannak a rotation-ök, és most így hol az egerem? Most nincs egerem? Jó, van. És hogyha így ezek alapból ott vannak, akkor nem fogod sohasem megtanulni, hogy amúgy neked ezzel foglalkoznod kell. Ja, amúgy minden egyes milyen, hogy is lehet ezt jól megfogalmazni, pre-deployed védelem, ez olyan, hogy pályánként, nem, objektívenként kettő féle van, és a játék random dönti el, hogy neked melyiket rakja, és elképzelhető, hogy van olyan pálya, ahol az objektívnél csak ötöt rak le. Az alap rotéteket és az alap reinforce-okat, azokat az alapján választja ki a játék, hogy a játékosok alapból hova tennék a reinforce-okat vagy a rotéteket. Na, hát menjünk föl amúgy. Ja, hogy ők védekeznek. És már ugye most tudjuk, hogy hol vannak. Vicces egyébként, hogy bent hagyták a crossplay-t a játékba, de nem tudsz amúgy senkivel se crossplay-elni PC-sként, de van crossplay. Friendly drone deployed. Op 4 is reinforcing its location. Customben van crossplay, és kivel tudsz együtt játszani? Tehát, hogy PC-sként kivel tudsz együtt játszani? Ciao, már vannak szerverek? Aha, már vannak. Már reggel 8-kor voltak. Azt hiszem, rossz fele mentünk. Hú, de lassú. Ugye kilőnek. Amúgy ott van attacker, safeguard, aktív. Tehát most nem tudnak spawn pick-elni. Basszus! Most már feljöttek tényleg. T
Tudunk segíteni neki? Nem sajnál, kilőtték a drónokat. Rankedet felesleges indítani, mert nem ad hozzá semmit. Ez mit jelent, hogy nem ad hozzá semmit? Nem találtok meccset? De jól látszódott ott az árnyék. Na nézzük, Vince a gádő honnan lőtt. De talál, de nem kapsz érte MMR-t. Van 5 játszott meccsem és nem ad MMR-t. Ezt nagyon furán csinálták akkor meg. Azt hallottam, hogy tegnap a matchmaking is rossz volt, partit sem nagyon lehetett összehívni, és még a szervereket is leállították. Úgyhogy volt baj. Nem úgy van, mint korábban 10 meccs után kapod meg a szintet, és utána indul az MMR? Aha. És a rewardot se kaptuk meg az előző season rankért. Wow. Akkor nagyon furán indították el ezt a szezon. Na figyeljétek, figyeljétek! Nem láttam. Ja, mert hogy nem olyan távol volt. Nem láttam. Na, de neki meg lett. Hakuna Matata lelőtt minket. Csak a custom game működött. Most már szerencsére nem csak az működik. Wow, pirosan világítanak a kamerák. Ez nekem eddig fel se tűnt. Bár tudom, hogy most már gadget színeket, a világításokat ahhoz igazítják, hogy milyen az ellenséges csapatnak a színe. De akkor is ez a piros kamera, ezt fura látni. De fura ez is, ahogy így megkapjuk ezt a kilőtt drón képet. Na melyik lesz a gyorsabb, aki kifut? Vagy aki figyeli a kifutót. Ja, az világos, hogy akkor piros, hogyha éppen néznek, csak ugye eddig nem a piros volt a szín. Hát igen. Nem tudod kikelni. Pont. Na, most már legalább végre védekezhetünk. Azt mondták, hogy kakas. Mert pro az, ami gameplay. Don't be sorry, it's quick match, just a rush. Micsoda profi tanácsok van neked. Szevasz, Phoenix. Hát most jött ki az új szezon a Siege-be, szóval meg kell nézni. Na majd most. Aha. Szóval itt már föl vannak húzva a falak. Hát igen. Akkor én meg ott lyukasztok. Az is ott fel van húzva. Jó, és ez itt fel van húzva? Jó, az is, hát mi? Na hát. Ez itt például tök jól meg van csinálva egyébként. Jók a reinforce-ok.
have some time. Stepe Beolo nyomta a Just Rush taktikát, meg is halt. Hát mindjárt vége. Igen, igen, már mennek a szerók. Reggel 8-kor már mentek. Ó, basszus, ott volt a buksia. Meg lesz, meg lesz. Azokon ketten vannak. Új, új. Ú, mekkora mázli. Az jó. Az nem jó, nem jó. Hogy levédte a shield-en. Na, nagyon szép van. Kilátszódik a lába. Mi szép volt. Ja, buksia? Ó, értem. Nem lehet méltatni a Clash játékos, pedig nyomtam volna neki egy méltatást. Aha, próbáltam az új operátort. Az a helyzet, hogy minden új operátorra azt mondom, hogy tök jó tetszik, de az úgyis a hosszú távon derül ki, hogy mennyire hasznos egy-egy gadget. Általában minden új gadget fancy és menő, de 10-vel egy az, ami így hosszú távon is oké. Okay. Menjünk még amúgy pár quick matchet, aztán nyomunk ilyen tutoriálost is, mint szóltam. Na, már írom is ki az elő... Most miért állt le? Szóval írom is ki az előrejelzést, hogy... Hogy is kell ezt csinálni? Nyerjük a meccset. Igen, nem. És akkor 2 perc. Norvasa szeretném, hogy kérnek egy új karakter, csak azért, hogy adjanak ki, aztán olyan kitje van, hogy balanszolni nem tudják. Nem tudom. Mondjuk én nem tudom, miért menjek remmel, ha van back, ash, stb. Falromboló. Mert ez elpusztítja a shieldet is. Meg állításotok szerint a Clash... Clashnek a Clash? Castle-nek a barikádját is.
Senki nem hozzá remet. Nézd meg, ő ott fogdosta a championjét. A Pingu. Did you guys get your last season rank rewards? Kérdezi Nobungergő vagy kicsoda. Ott írja, hogy a König akárki már megkaptam. Hát én ezzel kapcsolatban nem tudok nektek nyilatkozni, mert nem rankedeztem. Ó, hostage módot játszunk! Geces nem bírta. Az a jelben, hogy kiléptek, aki becsatlakozott, az már nem is kap operátort, pedig hát most így... Mi bekerülne, hogy operátort kapjon? Néz. Micsoda drone skin. Ja. Friendly operator remaining. Basszus! Köszi, köszi. Megpróbálkoztunk, hát mondjuk nem sok esélyem volt, de megpróbálkoztunk. Friendly drone deployed. Op 4 is reinforcing its location. Viszont van egy jó hírem nektek, srácok. Azoknak, akiknek eddig eltűntek a skinjeik, lekerültek az elite skinek, meg minden beállítás, nekem most nem tűnt el. Nem tudom, hogy ez mivel lehet összefüggésben, de most nem tűntek el a beállításaim. Az hogy?
back up. Hold the line. This Hamlet shall not Uivi. Köszi szépen a raidet. Turned. Throwing flashbang. Reload. Ez így kell csinálni? Mit tudom én, merre kell menni? Tudja? Ott is van! Szevasz, Uivi, sziasztok! Szevasz, Center, köszi szépen a két évet! Szia, Rizsi! Szia, Zigi! Ez, nem tudom, ezt a kört nem tudom kommentálni ott, hogy hogy lett egy killen, meg hogy tudtuk kiszedni a tusz, de meg lett. Rizsi, ez itt a quick match, itt a quick match-en ilyen oktató jellegű tanácsok vannak. Bro, you have to go outside, igen. Joker, köszi szépen az 51 hónapot. Köszi szépen! Végnézve a Battle Pass-t, a Yubi még mindig nem ért a skinekhez. Nekem a Vigil arc reveal az tetszik. Most milyen mód? Hát egy reinforce sincs lerakva. Most ez micsoda? Azt mondták a sráncok, hogy a ranked az még mindig nem működik. Center. Az X-Defiant az... Az most így egy-két hónapon belül fog megjelenni, ha jól tudom. Na hát ez egy nagyon jó szobavédekezés lesz itt, azt mondja, hogy... Ez nem jó. Ott is van. Porco Dio! Porco Dio, azt mondta.
ez a poly Ubisoft-nál dolgozik. Megaláztuk itt a kezdőjátékosokat. És itt ez olyan, de itt miért nincs meg ilyen reinforced, srácok? Ez hogy van? Igen, ez a sárkány karakter a WoW-ban. Ezt itt felhúzzuk, mit szóltak. Hát, ez... Erről lemaradtál, haver. Basszus, ott pont átláncoltam. Remélem ne hozzátok a csapat. Basszus, hát forogtam, mint valami hülye. Leszekét? Most akkor megöltem. Hoppá, ez véletlen ping volt. Hogy is kell szkennel? X? X, oké. Pingu carry? Én ott akarok lenni az akciónál. Ott akarok lenni. Akció? Reakció. Ott van. Jó. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor most jött az MVP animáció. Ez már a C2, Rizsi. Azok a méhecskék olyanok, hogyha belemész, akkor folyamatosan pingel, tudod, mint amilyen annó volt az elején a Lionnek a gadgetje, amikor elnyomtad és így látszottál a pályán. Na jó, annyira nem durva, csak pingeli a pozíciódat. De olyan sűrű, mint annó a Lion pingelte. Aztán most a Lion nem pingeli olyan sűrűn. Na, kinek lett level 2-es a Battle Pass-a? Na? Nem. Most megtanulunk játszani ezzel a játékkal, itt a tutoriál, a vadonatúj tutoriállal. Azt mondják, hogy a movementet fogjuk megtanulni, a zaj szinteket, amit így tudunk csinálni, egyedi képességeket és kütyüket tudunk majd kipróbálni, illetve a környezet pusztítását tudjuk majd kipróbálni, úgyhogy ez lesz most itt. Mi? Megcsináljuk mind a három tutoriálost, akkor kapunk 10 operátort. Ez itt a jutalom. És ez ugye 1000 egy operátor, és akinek már megvan, az 1000, mi az, 10.000 renomét kap. Úgyhogy jól figyeljetek. I'm Mira, defense instructor of the ROS team. And I'm Zero, attack instructor. We'll guide you through the basics of operations. Movement, shooting, navigation, environment, etc. For this portion, you will act as Sledge. His unique ability will help you control your environment. Here we are. Let's see what you got, specialist. Wow, hát hogy oda húzott a Sledgehez? Keep an eye on it. We'll be
be guiding you using pings, like the ones in your comms display. There are two types, location pings on the left, and opponent pings on the right. Tehát van kétfajta ping, az egyik a location ping, a sárga, a másik pedig az opponent ping, az pedig a piros. Annyit kell csinálni, oda fordulunk a sárgára. Great. Now walk to the target zone. See that pinged area on the other side? You'll have to go around to continue your training. Ja, csak hogy nem lehet reloadolni, meg nem látjuk, hogy mennyi van a tárban. Try sprinting. Fast work. Now let's get to that shooting range barrier there. Van futás is itt a játékban, azt is mondták. Shoot the target. Now try while aiming down your sight. Jaj. You'll notice the difference. Én már eleve ADS-elvel lőttem meg a targetet. Don't waste your shots. Reload early if you... Azt mondja, your ammo is limited, és ott van egy végtelen jel. Aha, ez ilyen bevezető a játékba, Uvi. Aki meg már benne van a játékba régóta, annak meg 10.000 renomé, ha végigcsinálja. You have to. Waiting till the last second can leave you vulnerable at a critical moment. Ezt akartam megnézni, hogy... Igen, igen, most ugye úgy van megcsinálva a reload. Elkezdesz lőni, tárazol, de lőnél egyet, akkor egy golyó marad a tárba. De még tudsz egyet lőni. Régebben ez úgy volt, hogy tudtál a teljes táraddal lőni. Azelőtt meg úgy volt, hogy elkezdtél reloadolni, akkor nem is lehetett lőni. Gyorsabb átváltani a secondary fegyverre, mint reloadolni, ezt mondják. Now back to your primary. See the prompt? You can climb over some barriers, including this one. Lehet vaultolni. Nagyszerű. Get moving to that next spot. See if you can climb that ladder. The rooms beyond had unseen targets. You'll need to lean to see around these tight corners. Go to the door and lean left, then shoot the target on the other side. Óvatosan menjünk be, mert hogy olyan célpontok vannak bent, akiket így hirtelen nem látunk, szóval lean-elnünk kell. Now here, get close to the window and lean right to shoot the next target. Itt pedig a másik oldalról kell belean-elni. If you need a refresher, you can check the control layout. You're coming along nicely, specialist. Let's test your endurance. Itt vannak, hogy melyik gombbal mit lehet csinálni. Jó. We set up an obstacle course through that door. Hogy elnézzem a Quicket meg ezt a tréninget, látta a Ubisoft, hogy az újoncok csak így tudnak valahogy rabdába rúgni a darálóba, ami már nagyon OP gamerek alkotják. Ja, hát igen, ez ilyen, hogy el akarsz kezdeni egy... játékkal, egy online játékkal játszani, mert már 8 éve kint van. Akkor ez... Igen, ez ilyen. Stealth and precision will help you avoid detection. Check this sound meter to learn how much sound your actions make. You won't have it in the field. First, try crouching. You'll be a smaller target and make less noise. Wow! Sound meter is van itt. Hát ez mennyire menő? Jaj. Amúgy... Jó, itt még nem tanultunk meg járni, de hogy amikor walkolunk, az meg arra lettem volna kíváncsi. Now, vault over this window. Vaulting can be noisy, so stay alert. Ez olyan, mint hogy a hátba lett tutoriál sok év után, és kötelező volt lemennem 500 órával a játékba, és megdicsért a játék, amikor le tudtam googolni vagy futni. If you need to, you can go prone to lay... This position can also help steady your aim, and give you a situational advantage. Try it with this target.
Szóval a prónolás hangosabb, mint a googolás, ez mondjuk várható volt. Nicely done. Your next lesson is through these obstacles. Make your way to the ping. Régebben 10 meccset kellett lejátszanod, hogy rankot kapj. Hold up. The target's facing away from you. If you walk up slowly, you can greatly reduce the noise you make and avoid exposing your position. Nekem nem vokal. Ja, mert ez a caps locknak a jele, oké. Okay. Sneak up close, and you can take out the target with a melee attack. Melee attack. You accomplished a lot. Now get to that door. If you need to, run. Otherwise, keep it down. So this is a barricade. I want you to go through it. Át kell menni a barikádoson. She'll get the job done. There's a target on the other side. They're partially hidden, so aim carefully. Go for the head. Headshot. One headshot is enough to eliminate any opponent. There's a target in the room to your right. Hallottátok? Egyetlen headshot elég ahhoz, hogy megöljünk egy ellenfelet. Protected by bulletproof glass. And a wooden wall next to it. You've seen these, but this one has no holes in it. Here's the trick. You can shoot through this kind of surface to take out a target on the other side. Elöttünk. Okay. Target is no more. You're learning to use your environment to your advantage. Good job. Not only can you shoot through breakable walls, but you can also break them to pass through if you have the right tools. Your breaching hammer should do the trick here. That breaching hammer is Sledge's unique ability. Every operator has their own unique ability. You should learn how they function and interact. But for now, smash that wall. Szóval mondta a játék, hogy jól használjuk ki a környezetünket. Például itt is, hogy az áttörhető falon ugye nem látnak minket, viszont hogyha van infónk arról, hogy hol az ellenfél, akkor rá tudunk lőni. Nyilván ez az esetek nagy százalékában nem fog beválni, mert hogy addigra már a célpontunk rég nem ott lesz, ahol a ping volt. Most meg azt mondták, hogy ha van megfelelő szerszámunk ahhoz, hogy áthatoljunk az áttörhető falon, akkor azt meg tudjuk tenni. Mindenkinek vannak unique képességei, ilyen egyedi képességei, a Sledge-nek például ez a kalapács. Pass through the metal beams. Side note, check your compass. It indicates what room and floor you're in. Now to drop down, you need to find a hatch. There's one in the corner. Break it and you'll see what I mean. Az iránytű fölött látszódik, hogy pontosan melyik szobában vagyunk. Ez fontos, hogy tudjunk infózni a társainak például, hogy hol vagyunk, és hogy mondjuk az annyira nem érdekes, viszont hogy hol láttuk az enemit, az annál érdekesebb. Your compass updates automatically when you change locations. Communication between teammates is essential. The compass will display pings and help you relay your location. Apply your knowledge to break through to the next room, pinged behind the bulletproof glass. Feel free to experiment with your unique ability, melee attack and firearms. Melee attack, melee. Én használtam, de nem működik. Béna játék. Most éppen kihasználjuk azt a tudást, amit az előbb szedtünk, hogy lehet barikádot törni, meg falat átütni. Ja, ott az egy átlőhetetlen üveg. Behind the bulletproof glass. You won't be able to get it with your firearm or melee attack. Time to learn about gadgets. All operators have these, but you can only carry one variety at a time. In this case, you have frag grenades. Most egy frag grenátunk van. To eliminate the target.
Find the next hatch to go through. Time to apply your learnings. Eliminate all targets. Good luck. If you need a refresher, check the control layout. Jó. Ja, akkor egy már megvan. Kettő megvan. Be tudunk dobni egy gránátot. Aha, úgy néz ki, hogy sértetetlen vagyok. Három megvan. Egy van lent. Itt a lineréssel kellett nyomni. Aha. És akkor őt pedig így kell leszedni. Soon. Az alapokat meg is tanultuk. Hopp, ecska. Megyünk tovább. Még itt nincs vége. Megtanulunk támadni, mit szóltak. Welcome back to training. In siege, matches are asymmetrical. Mindenkinek közben. There are attackers and defenders. I'll show you the ropes and how to win while attacking. Your objective as an attacker is to find and defuse one of two bombs. Or you could just eliminate all defenders. Igen, most megtanulok videójátékozni. You'll be Thermite. His unique ability will help you take things a step further. You'll first be deployed on the map as a drone. Let's start. Na. Here we are. Your drone is an essential observation tool. Move around, see what you can find. A drón az egyik legfontosabb része a játéknak, mert a legfontosabb része a játéknak az információszerzés. Your drone is small enough to go through small holes like this one. Go through. Ezért hiába játszanak Siege playerek már jó pár éve a játékkal, még mindig nem tanulták meg azt, hogy a drón fontos. És általában az szokott lenni, hogy ameddig a prep phase van, bemennek, lelövetik a drónjukat, aztán csumi. És hogyha amúgy meg jól elhelyeznék a drónt, tuti poziba, akkor meg lenne még egy info forrásuk, és akkor több esélyük lenne a támadóknak nyerni. Your drone can propel itself into a jump if you need to. Go up and over this wall. Nem mindegyik drón tud ugrani. De ez az alap ezt tud. Most nem jó hely. Ja, oké, okay, azt hittem. Ez volt a kedvencem. You can also use location pings like the ones I've been placing to guide you. These don't alert enemies. Igen, ez is nagyon fontos. Az X-el, hogyha szkennelsz, akkor az jelzi az enemynek, hogy őt beszkennelték. Míg hogyha csak location pinget nyomsz, a sárgát, akkor az pedig csak neked, illetve a csapatodnak információ. Ja. Hát igen, régi szép időkben, amikor az X-et spameltük, amikor szkenneltük az enemit és járt érte a pont, azt nagyon élveztem. Kár, hogy az már nincsen. The security camera above. Nice. You'll notice contextual pings give specific intel on what you ping to your teammates, like the camera icon here. Igen, ezeket is be lehet pingelni. Kamerát, egyéb gadgeteket is. You can use it on empty locations too. Ping here on top of mine. We got intel. Now it's time to find the bombs. They'll look like the image on your comms display. Good luck, specialist. Na, keressük meg, hogy hol vannak az objektívánk. You found them. Usually bombs are placed in adjacent rooms, as you can see here through the bulletproof glass. You'll want to place your comms. Egymás mellett vannak thank me later. A bombák. Since the shelf is high, I suggest you look up when you jump to propel yourself higher.
Szerintem én itt jobb helyen rejtettem el a drónt, mint ahova ő szeretné, holott ott áll egy... ott áll egy elem, és azt mondja, hogy tegyük ide! Nice jump. You're getting there, specialist. Turn around and look at the ping I placed. Your drone, it looks like the target spotted your drone. Észrevettek, és ki is lőttek. Let's move on to the action phase. Kösz. Kösz Zero, ez nagyon jó tanács volt. When the preparation phase ends, you'll be able to defuse one of the bombs. You need the diffuser for that. Right now, you don't have it in hand. You'll have to get it from the rooftop this time. Move over to that wall and I'll show you how. You can rappel on most outside walls when standing near them. Get to the rooftop. Szóval a bombákhoz kell diffuser is, azt is mondták. És nem bombát plantolunk, mint a Cségóban. Well done. Now, pick up the diffuser over there. Without it, you're not likely to win. Before moving on, ez nagyon tetszik ez a tutorial. Security camera I pinged. Defenders use them to scan attackers. Így van. Elkezdődik a kör, érdemes kilőni ezeket a kamerákat támadóként. Dizzy, try changing your stance. You'd better gather some intel before breaking in. Don't want the defenders taking you by surprise. No, no. You lost your first drone, but every attacker carries a second one to use during the action phase. You should scout for intel before going in. Destroy the barricade so you can throw your drone in. Now you're free to look around. Ping, scan, find some intel you can use. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogyha lejtem a drónt, akkor mit csinál a tutorial? Úgy néz ki, hogy itt be tudunk menni, ott van egy kamera. Looks like you stumbled on a signal disruptor. Don't worry, your drone hasn't been destroyed. Találtunk egy new device-t. If you want it back, you'll need to pick it up. Exit the drone view. Once you enter, destroy as many defender devices as you can. Getting them out of the way makes your team's jobs easier. It's your first time destroying barbed wire, right? Igen. Some gadgets are immune to bullets. Try using melee attacks. Kipróbáltam, nem vertek át, a barbed wire az nem sebezhető a lövéssel. If there's no barbed wire, there's no slowdown. Easy. Removing defender observation tools will reduce your odds of being detected. Now that there's no signal disruptor, you're free to pick up your drone. Most, hogy kilőttük a mute device-ot, ami zavarja a jeleket, most már tudjuk használni a kamerát. Mármint a drónt. 7 évvel ezelőtt örültél volna egy ilyen tutoriának? Remember the bombs? One of them's bound to be behind this wall, since it's reinforced. Defenders will sometimes reinforce breakable surfaces to prevent breaching. Ezek soft falak, Thermite's unique ability de a védők reinforce-olni tudják ezeket. Most azt mondja el nekünk a tutoriál, hogy ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan tudunk ezen áthatolni, nyomjunk egy escape-et. Nézzük meg a videókat. Wow, van a termájtnak egy ilyen exotermikus charge-a. Igen, amit rá lehet rakni reinforcolt felületekre, vagy simán áttörhető felületekre. Rátesszük, igen, nyomva tartjuk, rárakja. És utána pedig lehet detonálni, és akkor BOOM! Na hát ezt most ki kell próbáljuk. Ide rakjuk a sarokba, ide. It might be a good idea to put some distance between it and you while it's activating. You're not immune to its explosion. Nem vagyok immunis a robbanására, de azért odaállunk közel hozzá. Megnézzük, hogy a tutorial az... Right. Let's see what's on the other side. Sound familiar? Here's the bomb you found before. In Siege, it's important that you know how to improvise a path to your destination. Let's defuse this bomb. This room has a lot of lines of sight, though. You'll need some way to hide. El kell bújnunk. Throw your secondary gadget, the smoke grenade, near the bomb. If you need any tips, the operator guide is there for you. Mivel látnak, ezért elfüstöltük magunkat.
Úgy néz ki, hogy neki nem tetszett, hogy tovább dobtam. Még ez se tetszik neki. Tessék. Nem tudom. Ez bágos lenne? Nem tudom. A pontra kell állni, és akkor onnan kell eldobni. Igen? Hát nem tudom. Biztos ide kell dobni. Én elbuktam. Az a helyzet, hogy elbuktam. Most akkor mit kell csinálni? Álljak ide és innen dobjak egy gránátot oda. Amúgy azt néztem, hogy oda mondja. Hát én nem tudom. Nekem ez nem megy, srácok. Azt mondta, hogy a bombához dobjunk. Nem tudom most így mi van. Restart. És kezdhetjük előre. Szihetetlen. Szihetetlen. Observation tool. Igen, ez nagy valószínűséggel champion rank kell, hogy ezen a tutoriálon átmenjünk. Good. Your drone is small enough to go through small holes. Your drone can propel itself into a jump if you need to. Go up and over this wall. See the target? Scan it to mark its location. This intel would be aware that scanning alerts the target. They'll know someone's spying on them. You can also use location pings like the ones I've been placing to guide you. These don't alert enemies. Ping the security camera above. Nice. You'll notice contextual pings give specific intel on what you ping. Szevasztok. Like the camera icon here. Now, ping. You can use it on empty locations too. Ping here on top of. We got intel. Now it's time to find the bombs. They'll look like the image on your comms display. You found them. Usually bombs are placed in adjacent rooms, as you can see here through the bulletproof glass. You'll want to place your drone somewhere safe. Thank me later. Since the shelf is nice jump. You're getting there, specialist. Turn around and look at the ping I placed. Looks like the target spotted your drone. Na, most hogy végigmentünk ezen. Mindjárt visszaérünk oda, ahol voltunk. When the preparation phase ends, you'll be able to defuse one of the bombs. You need the defuser for that. And right now, you don't have it in hand. You can repel on most outside walls when standing near them. Get to the rooftop. Well done. Now, pick up the defuser over there. Without it, you're not likely to win. Before moving on, I suggest you destroy the security camera. Now we're cooking. Let's find an entry point. Repel off the dizzy. Try changing your stance. You'd better gather some intel before breaking in. Don't want the defenders taking you by surprise. You lost your first drone, but every attacker carries a second one to use during the action. Minden támadónak két drónja van. Destroy the barricade so you can throw your drone. Now you're free to look around. Ping, scan, find some intel you can use. Looks like you stumbled on a signal disruptor. Don't worry, your drone hasn't been destroyed, just jammed. If you want it back, once you enter, destroy as many defender devices as you can. Get him. It's your first time destroying barbed. If there's no barbed wire, removing defender observation tool. Now that there's no signal disruptor, you're free to pick up your. Remember the bombs? One of them's bound to be behind this wall, since it's reinforced. Defenders will sometimes reinforce breakable surfaces to prevent breaching. Luckily for you. Thermite's unique ability is. Nem akarom elsietni, mielőtt még megadnám feladatot. Ja.
charge. In theory, you should know how to breach this wall now. Na, most már akkor mehet. Biztos az volt a gond, hogy nem jó helyre raktam amúgy. In siege, it's important that you know how to improvise a path to your destination. Let's defuse this bomb. This room has a lot of lines of sight, though. You'll need some way to hide. Throw your secondary gadget, the smoke grenade, near the bomb. If you need any tips, the operator guide is there for you. Na most erre mit mondtak, srácok? Most így nem jól csinálom a dolgokat. Mert akkor így konkrétan nem tudom végigcsinálni a tutoriálost. Dobjam a bomba sárkához, tessék. Valamelyiket beadtam. Till it expires, you have to protect the diffuser from defenders who will try to disable it. Hostiles are on the move. Put your skills to good use. Tetszik ez a végtelen smoke. Ja, nem is hallottam, hogy átvaultalt. Az gond. Ez egy nehéz feladat volt, srácok. Pont a vége előtt buktunk el. Nem értettük, hogy hova kell dobni. Na, most megtanulunk védekezni. Reinforcolás, barikádolás, defensív device-ok lehelyezése, információgyűjtés és megakadályozása az ellenfélnek, hogy ugyanazt csinálja, mint mi. Nagyszerű. És meg kell védeni a bombát, hogy diffúzolják. Welcome again, specialist. This is your final training before field deployment. Together, we'll look at how to win as a defender. Opposite to attackers, your goal is to defend the bombs until the timer expires, or until you eliminate all opponents. For this one, your bandit. His unique ability will help you secure your position. Let's get started, shall we? Zsálvi, bandittal kezdünk. Vagy meg kell ölnünk mindenkit. First things first. Vagy meg kell várni, amíg lejár az idő. If you have a good setup, attackers will have a hard time making it to the bomb. Zero told you about breaching reinforcements. Now you need to put them up. Szeretek reinforcolni. Reinforcing outer walls like this places a barrier between you and the attackers. Walls between bombs. When you have breakable walls between bombs, the best thing to do is to breach them. This creates an option for your team to freely Az a durva, hogy ezt most így elmagyarázza a tutoriál, de nagyon sok casual játékos ezt amúgy így nem vágja. Hogy azt mondja a játék, hogyha van törhető fal a két side között, akkor a legjobb dolog, amit csinálhatsz, hogyha átjukasztod. You don't have a gadget for destruction right now. So I suggest you use your shotgun. A weapon will hide the stuff now that you have an opening for rotation. Go through it. Wow, hát ez tök király. Amúgy ez egy nagyon hasznos dolog, amit itt most elmondott a tutoriálban. A lot faster than going around through doors and corridors, right? Now you have a shortcut to reinforce the second bomb site. Hát figyelj, amúgy nem sokan húznak a falakat rend. Én nagyon szeretek reinforcolni.
Szávás Zsolti, üdv mindenkinek! Remember to use the rotation opening to save some time. In the field you will need it. Barikádolni is fontos, mondjuk nem feltétlenül azt kell barikádolni, ami a szájt ajtaja, de a barikádolás is fontos. Mi? Look familiar? This was a bomb site when you were here with Zero. It's important to remember that every map has several bomb sites. Minden pályának több bomb site-ja van. A mi bombánk most nem itt van. Barricades can slow down attackers, and they also block off lines of sight. But remember that you don't want to block a path you'll need as a defender. Hatches can also be reinforced, which is useful against opponents that try to break in from above. Go to this pinged hatch and reinforce it. Így van, site feletti hatcheket is érdemes reinforce-olni. As you said before, attackers use drones to gather intel about you and your setup. Destroy any drone you see to deny them that intel. De hát nem is láttam, azt mondta, hogy ott egy drón. Tessék. Most itt, hogyha elkezdene így forogni, egy tü-tü-tü-tü. Last time you dealt with some barbed wire. You can deploy them now. They usually slow down opponents, but bandit can do something more. Általában a barbed wire csak lelassítja az ellenfeleket, viszont mi banditként ennél többet is tudunk tenni. Ja, oké. Okay. Most hogyha azt mondja nekem, hogy tegyem oda, és áramozzam meg, talán ennek amúgy van értelme. De ennek itt kevésbé. Légy színe, mondd azt, hogy itt. Good setup specialist. Time to discover bandit's unique ability. The shock wire. Open the operator guide for the details. Na, a bandit különleges képessége a shock wire. Na, nézzünk róla a videót. Megfogjuk, és bal klikkel le lehet tenni a földre. Ami egyébként egy falhoz kerül. És akkor áramos lesz a fal. Minden metálos dolog. És ez hagyján. Ez az áramosság fáj az ellenségnek és elpusztítja az elektromos eszközeit. Ezt tanultuk meg a shockwire-tal. Jó. Jó. Szerencsére nem. A barbwire-re kell elhasználni az aksit. As you read, electricity prevents attackers from breaching reinforcements. Now you know how to counter what you learned with Zero. You can also place your device on the barbed wires you previously deployed. Jó. Electrify the one I pinged. Ide szeretné, tessék. Ez itt most nagyon hasznos. Fortunately, you made it impossible for it to pass unharmed. Told you. Electricity also destroys most devices. More drones are coming. Destroy them all. There can be up to 5 during preparation phase. So you finished setting up. Prepare yourself for the attacker's assault. Go to the ping and prone there, and we'll enter action phase. In the action phase, defender observation tools will help you locate and identify attackers so you can prepare your defensive strategy. Since you're in a relatively safe place, feel free to switch to the observation. Relatív jó helyen vagyunk, úgyhogy érdemes megnyitni a security cameras with Zero previously. But now you're controlling a kamerás felületet. As long as they're intact, you can move through all of them. Apart from security cameras, defenders can deploy other types. Move to the bulletproof camera. Többféle kameránk van. Például van bulletproof kamera is. Cameras are a gadget that is a bit more advanced than your average security camera. They can see through smoke and they can shoot EMP bursts to the activated electronic devices. Good job. Like drones, defender observation tools can be used to ping useful intel. Ki lehet kapcsolni a drónokat. És átlát a füstön. Great. Time to identify the attackers. Go through the observation tools and see if you can spot them all.
Meg is van mindenki. Látom, ott van. You're gonna have to stop them. Time to get into action. Eliminate all targets before the bomb can detonate. Keep an eye on the timer. All targets are eliminated, but the bomb is still being defused. Until you deactivate the defuser, they still have a chance to win. Hurry. Well done. You completed your first simulated round as a defender. You're ready for the field, specialist. Állítólag nagyon jó védő vagyok. Kész is a tutoriálos élet a 10.000 renomé. A jól megígért 10.000 renomé. Visszatérés haza. Ott van amúgy. Kész. Kijátszottuk az összes tutoriált. Most már annyit lehetne még annyit lehetne csinálni, hogy megcsináljuk ezeket a challenge-eket. És akkor még több renomém lehetne. Jó ez, jó lett, szerintem abszolút jó lett ez a tutorial, és amúgy nagyon király lett, hogy itt meg lehet nézni, hogy egyes operátor amúgy mit tud csinálni. Itt vannak, nem erre gondoltam, ezek amúgy nagyon menők, de nem erre gondoltam. Operator guide, ezek az operator guide-ok amúgy tök királyak lettek. 25-ször tud kalapácsozni, ezt még én sem tudtam, azt tudtam, hogy nagyon sokat tud ütni a sledge, de hogy 25-et tud, azt nem tudtam. Úgyhogy, hát nem tudom. Ha ráveszi magát az ember, hogy elkezdjen játszani ezzel a játékkal, nem biztos, hogy egyedül teszi. Valószínűleg haverok húzzák be így 8 évvel a megjelenés után. De hogyha esetleg egyedül tenni az ember, akkor ez a tutoriál azért tud segíteni. Bár még így is több mint valószínű, hogy rengeteg toxik játékosba fogsz belefutni, aki elvárja tőled, hogy legalább 50 vagy 100 óra tudással rendelkezz. És nem lesznek kedvesek. Menjünk még egyet. Menjünk még egy... Megnézzük amúgy, hogy milyen a quick match. Nézzük meg, hogy milyen lett az új unranked, mit szóltak. Taktikál mód, és nyomunk egy ilyen standardot, ami ugye az unranked volt, és ami gyakorlatilag az új quick match lett. Ott van, itt vannak a különbségek. Best of 1. Szóval itt nem három meccs van. Három kör van. Nem BO3, hanem BO1 az overtime. Ennyibe változott a rankedhez képest, illetve hogy nincsen ban. Ajaj, azt hittem, hogy nem tudunk squadot csinálni. Sziasztok, kérem segítsen valaki, aki tud, előző szezonra vardot nem kaptam meg esetleg valakinek, tehát én úgy hallottam, hogy van ilyen, hogy még nem kaptátok meg. Milyen operátorral menjünk, srácok? Menjünk az újjal? Vagy mindegy nektek? Mert gyakorolhatunk még az ujján, tesztelgethetjük azt. Megindítottam közben egy előrejelzést, hogyha akartok csatorna pontokkal fogadni. Kéne a hogy ne használt kezdő a tutoriált, hogyan ne zárja be a csapaton. Hát, elvitték. Brava. Mert a zsákálozás itt, ahogy látom, egy csomóan az új operátorokkal játszanak, még kéne egy brava, és akkor... Én Legion-ezni szeretnék a védőben.
Ki akarom próbálni, milyen az új shot is Legion. Nagyon király lett a rám amúgy tényleg ezzel a sapival is. Oli, ne eztél, Dave, az komoly? We need to locate a bomb. Jó kis Oregon. Vajon hol lesznek, hol kezdenek? Olyan, mint hogyha lent lennének. És nem. Már nem tudom átrakni magam. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ó, basszus. Milyen szépen tartotta azt a szöget. Bitumen. De szépen nyomja amúgy a srác. Tudunk neki segíteni? Hát annyira nem. Ez nagyon szép volt. Hát igen, az egy jó device volt ott.
Remélkedj, de ne erre mire visszajövök ilyen, tehát megint olyan arcot vág, mint mielőtt abba hagyta a Siege-et. Az jó arc? Mindegy. Szegény. Amúgy jól rejtőzködött, de hát nem tudott mit csinálni, túl jók volt. Biztos megpróbálják amúgy még egyszer. Amúgy valami nagyon morcos volt ez a rem. Nagyon írja a Vakane, meg mit tudom én. Standard mód hány körös? Hát 6. Olyan, mint a ranked. Csak az overtime az BO1, nem BO3. Be advised, your drone has located a bomb. Szóval akár 4 körből is vége lehet, hogyha mind a 4-et nyered. Szevasz, Bloody Hamster! Tegnap hogy lestalkoltatok, hogy elindítottam a Siege-et? Jó már a ranked? Én nem tudom, srácok, jó a ranked? És hiszem, hogy ez bejött. Basszus! Beszarul céloztam. Majdnem levédte egy drónnal.
Hú, az de jó lett volna. Hát hát ugye azért olyan a standard, mint az A-rang, mert az A-rangből lett a standard. Csak változtattak rajta egy-kettőt. Cap casual és A-rangdet keverték. Nem ötig, mint az előtt. Ja, értem. Ja, hát igen, az A-rangdet átnevezték standardra, kivették a bannolást, és az overtime körök a 3-ból 1-re lementek, szóval BO1-et kell nyerni. Nem tudom, annak semmi értelme nem volt, hogy így átalakították a izét, az unranked-et bannolósra. Szerintem az hülyeség volt. Majd kell nekünk egy amúgy ide. Oda. Csak így valamennyire szépek vagyunk. Itt nem meg rálátunk az ablakra. Ja, én is. Elolvastam mindent az update-ről. Jó volt, hogy a teljes R6 élmény volt benne a rank miatt itt tryhardság nélkül. Az helyzet, hogy az emberek mindenhol tryhardolnak. Kivéve akik azt mondják, hogy fanolnak, mert ők meg fanolnak. Szóval, hogy nem tudom, az, hogy így elhúzzánk az időt a mabbannal, meg az operátorbannal. Igazából ott nincs tétje, szóval. Ugyanúgy kibannoljátok a meta karaktereket, mint a rankeden. Meg a meta pályákat hagyjátok bent. Még mindig tartom magam ahhoz, hogy felesleges a mabbannolás rankedem. Going out.
Haver, lőd le! Édes Istenem. Basszus! Ott a... ott nagyon jó szöget tudott fogni sajnos miattam. Nekem is, igen, ahány ember annyi vélemény nyilván. Szerintem az a bohóckodás, hogy bannolunk, ez felesleges sima játékosoknak, az simán jó az e-sportolóknak, mert így kibannolják azokat a pályákat, amik újak például, vagy azokat a pályákat, amiket így látnak a meta játékosoktól, a streamerektől, hogy kibannolják azt amúgy, ennek úgy nem sok értelme van. Szóval mindig ugyanazok a pályák vannak bannolva, nagyjából mindig ugyanazok az operátorok van vannak bannolva. Lehet, hogy hamarabb kezdene a Ubisoft azokkal az operátorokkal, amik bent maradnak, mint hogy így most folyamatosan bannolva vannak. De mondom még egyszer, nyilván nem ember válogatja, hogy kinek mi tetszik. Én már nem is vagyok ebbe kompetens, mert már nem játszom annyit a játékkal, ezek csak a régi meglátásaim. Az új ranked rendszert meg nem is értem annyira, hogy van, mert mint hogy így értem, csak nem értem miért jó, hogy összedobálhat a rendszer championokat silverrel meg golddal is. Szóval értem én, hogy van ilyen, csak fura. Azt hagyján, hogy 25%-os XP lesz péntektől a Diablo-ba, de most még akciós is a Diablo. Igen, ez igaz, a Night Heaven-t még mindig nem ismerem, mindig kirakják, emiatt nem is szeretek játszani rajta. Ja, igen, nem ismered, ez igen. Akciós a Diablo 4. Minden platformon elvileg. Ó,
Changing mag. Keep our barrier up. Mit gondolok az új karakterről? Érdekes, izgalmas. Megegyítjem. Nincs vége a mesnek, Konaja. Köszi szépen a támogatásodat, az ajándékodat is Bloody Hamsternek, meg a 26-os bitet is. Amúgy azt mondta nektek, hogy Legion-nel akarok játszani, ehhez képest az amizok. Megkamerázott, rádrásolt a hülye pajzsával, és mégis ő halt. Amúgy közel voltam ahhoz, hogy én halljak meg. Na és akkor most ez a mindent eldöntő kör, elvileg. Ezt lehet, hogy túlzatlan kitágítottuk. Jó. Ott van lyuk. És akkor oda kéne még egy lyuk. Ezt azért szeretem itt, mert így lehet trükközni. Csak az a gond, ha kilőnek az ablakba, akkor nem nagyon lehet trükközni. 25 euró a WoW? Hoppácska. Locations are secure. Wow! Jó, meg is lett a win, srácok. Úgyhogy gratulál mindenkinek, aki a zigára tippelt. GG. Hat, három, egy. Tök jó. Please wait, synchronizing data. Please wait, synchronizing battle pass data. Pax? Nem tudni. Azért még van baj. Azért még van baj, srácok. Itt a szergelyekkel. Hát nem lett zacskó. Az a helyzet, hogy ebből nem lett zacskó. De legalább már majdnem hármas szintű vagyok. Hát a bravózacskót azt kinyitjuk, mit szóltak.
limitált, nagyon-nagyon kiváltságos, nagyon limitált beta zacskóból egy Burnt Horizon sapka. Hát igen, szerintem ez jellemzi azt, hogy milyen lelkesedéssel nyitja az ember a pakkokat itt a játékban. A nagyon-nagyon menő fancy chili-vili beta zacskóból egy fos sapka. Hát ez nagyszerű. 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 Azért itt vannak komoly skinek. De hogy ezeket itt minek kellett belerakni? A menő fancy beta zacskókba? Na mindegy. Srácok! Több mint 10 000 renomét szereztünk ez alatt a pár óra játszás alatt, pár óra stream alatt. Sikeresnek könyvelem el ezt a szezonba belekukkantást. Hát nem tudom, mikor kukkantunk bele legközelebb a játékba, viszont én amúgy nagyon élveztem, ahogy észrevettem ti is. Ha jön valami izgalmas content így a szezon közben, akkor csapatjuk újra, ha pedig nem, akkor pedig a következő szezon alkalmával találkozunk. Én megpróbáltam összefoglalni azokat az újdonságokat, amit hozott ez a szezon, vagy akár tervez hozni. Illetve kipróbáltuk az újdonságokat, úgy gondolom. Az új operátort, az új arcade játékmódot, megnéztük milyen lett az új quick match, illetve a standard mód. Thunderbird Elite skin. Ez zárja ezt a heavy metal-ös operáció bemutatást.